Minden nap gyújtsatok gyertyákat, emberek! A csoport nem csak a nagy ünnepekkor, hanem évközben is visszatérő vendége a kanizsai szociális intézményeknek, rendszerint műsorral és apró ajándékokkal érkeznek. Az idei évben hógyerekek készültek, amit az egyik csapattagunk, Borda Anita készített el, ugyanis a többiek közben a nyilas misi programmal foglalatoskodtak, és szaloncukrot hoztunk, illetve ugyanúgy műsorra készültünk. Minden otthonban másik fajta műsort viszünk attól függően, hogy mire van inkább igény, vagy mit vettünk észre az elmúlt években. Jobb adni, mint kapni, vallják a karácsonyi mosolyvarázs önkéntesei, akik szerint egy ajándék nem az árcédulától értékes, hanem attól, hogy szívből jön. Nem mindenkinek adatik meg, ugye, hogy mondjuk mit tudom, meglátogassa valaki esetleg karácsony ünnepelhet a családdal, hanem mondjuk egyedül marad ilyenkor az ünnepekkor. És mi igazából azért jövünk, hogy egy kis ünnepi varást csaljunk a szívükbe. Köszönjük szépen. Aranyosak voltak. Noha a mosolyvarázs menetrendje sűrű, az önkéntesek minden alkalommal szakítanak időt egy kis beszélgetésre a lakókkal.